Na, figyelj már, szaladjál kifele, de nagyon gyorsan. Kértem egy Froggert. Kértem egy Contendert. Mit csináltok? Hallotok? Hallotok? Halló? Hát de bent főzzetek már, basszus? Hát ezt mindenki látja. Sziasztok! Ha továbbra is szeretnél tőlem élőadásokat nézni nap mint nap, kövess be a Facebook csatornám, ahol szinte minden nap van élőadás. Vasárnaptól csütörtökig várok mindenkit szeretettel délután 5-től 9-ig, kivéve kedden, mert akkor délben kezdek. A követés nagyon egyszerű. A böngészőbe írd be, hogy www.facebook.com/jusumusu, majd az oldalamon a követést és a like gombot se felejtsd el megnyomni, hogy biztosan kapj értesítést. Minden egyes követést nagyon szépen köszönök, remélem sokatokkal találkozom, valamint ha ez még nem lenne elég, visszahoztam a 25 követőnkénti nyereményjáték, ahol kis szerencsével jobbnál jobb játékokat nyerhetsz tőlem. Megtalálsz Instagramon is, Kukac/Jusu TV néven, találkozunk délután 5-től már Facebookon. A videóhoz pedig jó szórakozást kívánok! Szálljunk itt a kocsiból, azt menjünk! Nem szedjük ki őket? De, megyünk. Jó. Próbáljuk meg először nem darálni, hanem elkapni őket, jó? Fosszuk meg őket! Nem értek. Igen? Igen, nekem ezt egyben. Tudják, hogy itt vagyunk? Haló? Rádió? Igen, haló? Csak felé megyünk le a rádió. Aha. Igen? Hát akkor gyorsan kapjuk. Mondjad főnök. Na hát most megyünk vagy nem megyünk? Mert itt álltok benne az autóban. Hát itt, de mi meg itt állunk az utcájukban. Na hát akkor induljunk meg. Fekete raktorra mi vagyunk itt az utcánál. Menjünk. Na akkor induljunk. Menjünk, itt van. Sok fegyveres nincs, hogy láttam. Ilyen technikusság. Hát menekül. Tudnak a... Gyere! Egy ott van a szürke kocsi mögött. Na, megyünk? Hol vagytok? Én már bent vagyok. Hol? Hallod, menj már innen, nincs fegyvered. Gyere ki az anyád úr istenedet! Lőhetjük őket, vagy ne? Fogjuk meg elkapni őket. De ezek beiszkoltak, öcsém, beszartak, az beiszkoltak őket szóval. Valaki meghalt. Srácok, információ kéne, ketten vagyunk itt, hol vagytok? Most elkezdünk nevetni, fúr. Jó, hát ezek befogtak, elmentek. Van-e a pénz? Aha. Hát az szarű. Előttünk, aha. És oda is kell érni a kamcsóval. Na, a puppik. Puppik mellett van, hogy főnök hagyjad. I wanna get you one more time.
nem tőle kérdezem. Ja, na, hát azt én is kérdezném, hogy jelenleg mi sok mindenkivel hazba vagyunk, igen, a tagasztók, meg ti. Igazából, hogy most ti megtámadtatok. De várjál, bocsánat, hogy közbeszólunk, csak hogy mondtátok, hogy a ragasztókkal támadtunk meg titeket. Hát azt sem tudom, ki a faszom az. Arról én nem tudok, ott én csak egy katona vagyok, annyit tudok, hogy jöttetek a hátunkra a nagy felfegyverkezve harcolni. És ezt honnan tudjátok? Egyik kollega mondta. Egyik kollega, és ez a kollégád azt honnan tudja? Hát, hát én tudom, hogy honnan tudja, csak kíváncsi vagyok rá, hogy ő tudja, vagy te tudod-e, hogy honnan tudja. Hát nem az, amire gondolsz, nyugi van. Na. Elméletek ott volt helikoptere, vagy a bácsi, nem tudom. Hát senki nem volt ott, lezártuk az egész utcát. Igen, akkor emberek lettük. Hát nem, nem. A cimborád az, hogy el tudod bújni ezek szerint. Amit kétleg, de lehet, hogy így történt, igazából elhiszem, csak az a baj, hogy cimborád az rossz információt akar. Mai nap folyamán háromszor ütött bele támadva az otthonunk, egyszer ragadtó, egyszer még egyszer valaki. Mi? Itt úgy ért, hogy betámadtatok, hogy most ott voltatok nálam. Hát de oda mentünk, hát barátkozni. Ajjaj. Erről nem volt szó, tesó. Ez a szabad? Ez baj, akkor szép, hogy csapjasz fel a kezed. Ez a szabad, tesó. Csap fel a kezed. Csap fel a kezed. Mennyit ér a szabad, tesó? Csap fel a kibaszott kezedet. Í, de kemény vagy. Hát te nagyon kemény vagy. A nagy szavas emberek, nézd már oda. Figyeld már. Maradj. Azt a kurva. Hát te nagyon kemény vagy. Nézd már ide. Te figyelj már, te kék! Ennyit ér a szavad? Ez a te szavad, tesó? Jó, szép, de kemény vagy, tesó! Azt a betyárját! Belevéstétek bele mindent a hátatokba, utána szeretnék az úriembere négy szem közt beszélni. Hát azt szerintem most tedd meg még mielőtt, nem hiszem, hogy alkalmas volt beszélgetni. Jó, kimegyünk, azután csak már meg kell a kis ujja. Tényleg. Most idejök az úriember hátához. Azt nem adom. Szépen elkezdem belekarcolni a hátába a C betűt. Várjál, hogy kell! Várjál, Maki, utána jössz el! Azt nagyon jó. Tied a pálya. Na, én idejövök a Málkosához. Elkezdem bele. Már le van vágva, nem? Miért nem jó? Már le van. Le van vágva, nem van vágva, persze. Nem jól az öltönyön, baszod. Na itt a Málkosába, itt a két bordája közt, itt elkezdem írni a K betűt. Szép, hosszú vonallal. Majd a szélét jó körbe. Ez az, csináld még te kuzé. Na majd megoldom. Nyújtsad ki a kezedet. Azt a kurva, adod anyád monogramját is még többre. Ez az. Azt bírom a fájdalmat, a kis ujjat. Na, szépen lassan elkezdem vágni. Várjál, miközben vágod a kis ujját, én segítek, hogy nehogy elvérezz. Jó. Köszi. Ez az hegesszed, koma! Levágtam a kisujját. Kicsit meg se érsz. Hallod, Landoni? Terminator! Mindjárt elveszem. Na, ez már fájt. Na, meg egy picit a cégébetűt. Ezt már érzem, na! Akkor halljuk is, hogy érzed. Fülét vágjál. Ja, hát mi Zolikám, hát most ez van. Jó lesz szerintem. Fülbevalós. Add majd a kis ujját, Mare. Itt van-e. Maki, hallod? Maki, olvasd már ki ezt a két izét. Gyere, Maki, van ráírva. Kaja! A két betűt olvasd össze, Maki! Olvasd össze a két betűt! Céká! Yeah, jó vicc, Móricz! Maki, ugor egyet! Ja, kurva Isten! Eljön! Itt voltál? Talán meg lehetne visszafordulni inkább. Nem jön, de jövök. Ismerős ott a megyes. Kicsit beszélgetni akarok önnel, mert emlékszem, hogy kicsoda maga. Jöjjön, uram, aggódjon, nem fognak bőni. Ja, azt hittem, azt mondja, hogy nem fognak bántani. Hát azt nem, hát már bántottak. Jöjjön, de a húsok közé. Ismerős nekem ez a hely. Ide szoktátok vinni azokat, akiket átbasztok? Ide szoktuk hozni azokat az embereket. Akiket átbasztok? Akit kinyírjuk. Jajjön. Kinyírunk. Hát az a helyzet, uram, hogy
Hát elég durva, durván kapta az évet minden, kicsit túlzásnak éreztem már itt a dolgokat. Nem akarom, hogy itten meghalljon, meg kinyírják önt. Úgyhogy most én ide fogok állni, és ha szerencséje van, akkor ott nem áll senki, és ki tud sétálni. Ide a sarokig el tud menni, futni, nem fogják lőni, ha még én itt állok, úgyhogy ha készen áll, akkor ki tud futni, és bízunk benne. Fogalmam sincs, hogy állnak-e ott emberek, és ez legyen az egyetlen segítség, amit most tudok nyújtani önnek. A hátába bele van vésve minden, én adtam ki az akcióparancsot, miközben rádión kaptam az infót, úgyhogy ezt tudom megtenni önére. Úgyhogy most, ha ott ki tud futni... Van egy fél másodperce még? Persze, persze. Ezt tudja uram, hogyha én most innen elenged, akkor lehet, hogy még tudom találkozni. Ebben bízom, uram. Jó, de akkor ennek tekintetében fog elengedni. Ennek tekintetében. És annak tekintetében, de... hogy meg tudom keresni a barátaidat is. Hát, aki állítása szerint hazugok, igaz? Abszolút, az összes. Úgyhogy uram, azt azért szeretném magának, ha már ön ilyen kedves van, és normálisan lehetett magával kommunikálni, akkor elmondta magának azt, hogy az emberének felelzi. Azt se tudja, merre van a cenzúra. Hülyeségeket mond, tudom, sajnos, tudom. És olyan információkat mond, amik igazából maximum ugrasztó jellegűek, és nem tetszik az, hogy esetleg vagy össze akarják ugrasztani a két bandát. Erre megy ki a játék, ezt tudom. Okay, még csak ilyen emberekkel van körbevéve, azt tudja? Persze, okay. Ezért mondom, hogy ez miatt szeretném ezt a lehetőséget megadni, utána már nem tudok. És mit fogsz mondani az emberek? Hogy én hát hogy először jussál ki élve. Hát oké, okay, csak ezért téged nem fognak basztatni, hogy te elengedsz. Majd túlélem. Jó. Viszont neked akkor köszönöm. De azt nem garantálom, hogy még nem fogunk találkozni. Hát ezek után ne viccelj. Rendben. Joker érkezem vissza. Akkor rendben. Ezt megbeszéltük. Rendben, kitartást. Arra. Én elkísérem már. Mármint ott, ahol az az úri ember áll. Hát az kedves tőled, Dani. Köszi szépen, Pater. Mindjárt megköszönöm a csillagokat, gyerekek. Jó, az a Danitól egyébként ez korrekt. Mondjuk egyébként egyszer ugye én is segítettem a Daninak, úgyhogy ez így korrekt tőle, hogy nem felejtettem. Meg egyébként tudja, hogy ennek a fele nem igaz, meg egyébként ennek a fele nem igaz. De ahhoz képest az így korrekt volt. Tehát ezt így tényleg köszönöm. Girls with the nails done.